Ódor János mielőtt Tolnaivá lett, Simon tornya környékén élte az életét. Aztán a családalapítás a Duna partjára hozta, és ez a városhoz való kötődését is jelentette. Immár 24 éve él itt. A szülőfölddel egy kicsit ilyen ambivalens vagyok, olyan értelemben, hogy nem feltétlen kötődik egy adott településhez, bár alapvetően az, ahol az ember felnőtt, ahhoz azt szokta úgymond klasszikusan szülőföldként, és ilyen értelemben talán Simon tornya az, ami egyfajta örök szerelem vagy vágyódás, de az leginkább a gyerekkor miatt van. De Tolna, az mint választott lakóhelyem, az már nagyon régóta érdekel történelmileg is, de maga van egyfajta megkapó szépsége, ami az első pillanatban is már látszott, ami a sok színűségében rejtekezik, legalábbis az én meglátásom szerint nagyon sok kis mozaikszerű részből tevődik össze, és ami számomra mindig is fontos volt, az a történelem az adott településen, illetve az ahhoz való viszonya a helyben lakóknak. És ez Tolnán azt gondolom, hogy abszolút mértékben megfogható, és emiatt hát menet közben természetesen, ahogy az ember egy településen lakik, azért sok ismerőse, barátja is adódik, akad nálam és nálunk is, ez nem volt másként. Valahogy egy picit más minőség, hogyha valaki választ magának egy lakóhelyet, mert ahhoz azért mégis egyfajta tudatosságot lehet feltételezni. A kép, ami kialakult az ideköltözésünkkor, folyamatosan változik az évek folyamán, meséli. Úgy gondolom, hogy kiteljesedett, tehát részben a történelmi ismereteknek a kibővülésével, mert valamilyen szinten azért elkezdtem Tolnával is foglalkozni, bár hivatalosan én népvándorláskorral foglalkozom, Tolnának pedig ami nagyon emblematikus és erős történelmi időszak az a középkor. De jó pár kérdés volt, ami menet közben fölmerült. Ástam is Tolnán a belterületen, Selyemgyár területén egy 16-18. Századi temetőt, meg egy kis középkori kápolnát, és ennek apropóján is azért csak elővettem a régebbi Tolnáról szóló szakmai írásokat is, és azt gondolom, hogy emiatt így bele is dolgoztam valamelyest magam Tolnának a történelmében. Nem azt mondom, hogy én ismerem legjobban, de mindig is nagyra becsültem azokat a helytörténeti munkákat, más településeken is, amik magas színvonalon készültek el, és a 1990-ben azt hiszem akkor jelent meg Tolna város monográfia, egy ilyen szintű kiadvány, nagyon sok szerzőnek a tanulmányából épül össze, és pont ez a korai időszakokra vonatkozók, Szakály Ferenc munkája például, Glósz József, igazán kiválóak, és ezekből mai napig is azt gondolom tanulni lehet. Valóban mindig így van, hogyha valaki egy adott településre beleszületik, vagy ott él, akkor nem feltétlenül veszi észre azokat a meglévő értékeket, amelyel az adott település rendelkezik. Tehát Tolna esetében azt gondolom ilyen maga a természeti környezet, és itt most nem csak a Dunapartra gondolok így klasszikusan, de az épített környezetet, dettó, ide sorolom, illetve maguk azok a működő közösségek is, amelyek nagyon sokat tudnak tenni egy település szellemi életéért. És én amennyire meg tudom ítélni, vagy amennyire tapasztalatom van, Tolnán ez nagyon erőteljes, és a hagyományőrzésben is igazán kiemelkedik. Úgy Tolnán, mint úgy a Mözsi részre vonatkozólag. Ez számomra egyébként imponál. Amikor megalakult a Tolnai Városvédő Egyesület 1998 környékén, a helytörténéttel foglalkozók megkeresték Ódor Jánost, legyen részese a munkának. Sokan emlékeznek arra, hogy a város központjában az egykori gimnázium épülete mögötti zeneiskola, ami valamikor Ferences Kolostor volt a 18-19. Században, hogy ott annak a földszinti részén sikerült egy helytörténeti kiállítást is létrehozni a múzeumnak a segítségével egyébként, és hát ez a helyi átszervezések miatt, amikor az óvoda oda került, akkor lebontásra került, és ez az anyag egyébként ide bekerült a múzeumba, és hogy ez a mai napig is nem került újra bemutatásra. Természetesen a múzeum továbbra is bármikor és készséggel, hogyha megfelelő körülményeket lehetne ehhez biztosítani, akkor odaadná kiállításra ezeket a tolnai vonatkozású anyagokat. Minden esetre a 2000-es évek legelején
akkor volt egy ilyen hullám, ami ezt akkor itt eredményezte. Tolna megyei példákból kiindulva, hogy Tolnánál kisebb településeken is, mondjuk igaz, inkább tájházok formájában, de léteznek helyi kiállítások, helyi anyagoknak a bemutatása. Tehát Tolna egy picit pont egy ilyen átmeneti méretű település a nagyobb kisváros és a kisebb települések között. Mindenképpen elférne a palettán, tehát a kulturális kínálatban, és hogyha ezt valamilyen módon össze lehetne fogni az egyéb látnivalókkal, ez valóban tudna szolgálni akár a turizmusnak az ügyét is, de hát minden mindenne összefügg, és én nem szeretnék ebbe úgy véleményt formálni, hogy most kellene vagy sem. Majd az idő ezt el fogja dönteni, ha és amennyiben lesz rá egy olyan méltó épület, lesz rá anyagi szándék, mert politikai szándék nyilván megvan, és mindig is megvolt egyébként, tehát azt azért lehetett tudni, tehát mindig is elmondták Tolna vezetői korábbi időszakban is, hogy ezt a kiállítás ügyét például nagyon is pártolnak, akár úgy, hogy valamilyen módon visszaépüljön. Tehát igen, én reménykedem abban, hogy azért előbb-utóbb ez meg tud majd újra valósulni. Oldor János a kutatások és az intézményvezetés mellett az írással is foglalkozik. Több novellája jelent már meg, melyek között van olyan, amelynek önéletrajzi vonatkozásai is vannak. Valószínűleg előbb-utóbb jelenlegi lakhelyem is szerephez jut majd valamelyik írásomban, mondja.